Sziasztok, ez itt a Geekon, én pedig Coxi vagyok, és elérkeztünk újra a City Skyline következő epizódjához. Ez szám szerint már az ötödik rész, és arra gondoltam, hogy ebben a részben kicsit időt kéne szánni, nem másra, mint a tömegközlekedés fejlesztésére. Már nagyon régóta akarok, hogy legyen egy kis tömegközlekedés fejlesztés. Úgyhogy itt az ideje bele is vágjak, közben esik a hóra veszettül, ami nagyon terheli nekem itt a rendszert. Na, de arra is gondolom, mire is gondolok, itt tömegközlekedés alatt kéne egy ilyen központi pályaudvar-szerű, amit ezzel a modern Central Station-nel szeretnék megoldani. Ami egy ilyen moduláris állomás, viszont nagyon pöpec, mert jár hozzá minden, ami jó. Na viszont, három darab metróállomás, buszállomás és végtelen mennyiségű rendes, tehát vasútállomás és megálló. Na már most, itt ki kéne akitani valami reklámfelő rendszert, úgyhogy. Arra gondoltam, hogy esetleg ezt az utat akkor, hogy jöjjön mondjuk ide. Hoppá, és megvan végre a krematórium. Valamint most már tudunk szennyvíztelepet is készíteni. Így. Na. Nézzük akkor, hogy ez a moduláris train station. Na már most. Azt mondja, hogy ide jön az egyik. Pak. Mennyibe került ez nekem? Basszus kulcs! Na mindegy. Hát de nem lesz itt sok. Ez mennyi az utolsó? Azt a mindenit neki. És mondjuk talán még. Jó, legyen négy. Legyen négy. Ah! Ah, te iszonyatosan drága volt ez a train station, te szent isten. Ez über király jól néz ki. Ez is. Még úgy bent mér havas, na mindegy. Hát igen, ez a moddolt hátránya. Metro. Metro station. Na. Van is akkor négy. Közben, mivel nagyon nagy a kereslet a office-okra, ezért valamint kereskedőkre, ugye ők jól adóznak nekünk, tényleg adók, meg is nézem, hogy állunk. Hát itt lehet adóemelés lesz. Sorry. 11. Úgy tudom, 12-ért már sírnak, 11-ért még nem, úgyhogy... Igen, ilyen igazi politikus módjára 11%-os adót hozottak be. Klasszik 9-ra. Megy is fel a pénz szépen. Igen, valószínű, hogy különben... Ez meg drága. De ezt tudtam, hogy a tömegközlekedés drága, hogy ennyire. Na mindegy. Na viszont akkor először is, vagyis továbbra is, legyen meg a villamos, én azt mondom. Na szóval, tehát a villamos erre fog jönni. El itt végig. Itt ezt most nagyon elbasztam. Hála a Szent Istennek, hogy az anyádba nem mész. Tik, tik, tik. Szerintem itt a hó. Gondolkodjunk pozitívan, mondta Unikum. Azt mondja, hogy... akarunk-e is tereszkedni? Nyilván miért ne akarnánk, úgyhogy. Maradunk a klassziknál. Így. Így. Na már most, ha jól látom,
Így, igen, és akkor ez itt megvan végig. Egészen idáig. Valahogy át kéne pedig vezetni. Na, de húzzuk ki először idáig. Nem. Így. Pak. Na szóval, jól látom és tudom és sejtem, akkor most így van egy nagy körünk. Na most jön a rafkózás. Most jön a rafkózás, ugyanis így nem fogjuk követni. Na ez nem mindegy. Nem is tudom, legyen két sávos, oda-vissza fognak járni a vilik. Még csak egy villamos. Ha nem, vagy valami. Be a föld alá. Király, hogy ez is tud kanyarodni. Ez mi megoldás lesz, beszarok. Így. 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 És... pak. És... dozer megy a föld alá. Mondom, amelyik a föld alá. Erre mondanám azt. Na ez a nem mindegy. Bum! Bum! Oda van téve, úgyhogy... ez most durva volt. Az az oda, mert is bevált. Na szóval... város mellé viszont kitelepítjük ezt a... amúgy a tejbúgás ellen miatt álltam egy kicsit, nem vicces. Búgatok ennek. Na szóval, ugye... Úgyhogy nem tudunk átmenni ugyanígy. Kimaradt itt a fejlesztésből. Így. Na szóval. Azt mondja, hogy... indulunk el éjszaknak. Áj! Mert az biztos, hogy nincs. Így. Ahogy kijövünk az agútból, aztán a kanyar után a suli előtt, nyilván a kórház előtt. Nem kérdés, hogy a vasútállomást is meg fog állni. Csomópontba, itt is. Itt is. Így, azt átmegyünk, ez nagyon extrém. Kéne a föld alól, és akkor egy kicsit megpróbálunk ritkítani. Mindegyén ilyen útva drága fenntartani. Azt mondja, hogy... és akkor ide egy meg. Hát ide talán befér még egy is. Így, né. És itt van. Kész. Jönnek a villamosok. És ott jön az első. Gyári? Gyári. Original Tremion elsőnek. Hopp, ez egy milyen, ez... még pont rohadt gyárnál nézem meg. Ó, BKM. 8-as. Nyugsiruszki. Ohó, itt jön az mi kedvencünk. Ez szerintem egy kombinó, de nem vagyok benne biztos. Nézzük kombinó-e. És egy beállnak is emberek. Wow. Ez az extrém hosszú. Na nézzük. Úgy van ez a kombinó. A budapesti kombinó. Viszont nem sárga. És legyenek már sárgák, tényleg. Hát nem én vagyok, nem is vagyok, nem is hülyeség. Nyilván sárgák lesznek. Ilyen sárga. Így né. Nagyon király!
Na jó, ezt figyeljétek. Beszartok, milyen kombinó. Beszarok az a játék. Kicsit be van fagyva, nem tudom, hogy lett ki a sofőr, de... De más gondolom nincs, érdekes. Na, viszont megvárom, még körbeér. Bizisten. Jól nézek ki ezek a bazi hosszúak így. Be se azt tudom, hogy ezt a megállóval, figyeld! Ez merész lesz, hoppa pa pa pa. Vannak hullák, az nem jó, az nagyon nem jó, akkor azt gyorsan krematóriumokkal fogjuk megszüntetni. Így. Így, és a város közepében két krematórium nincsen a pepecebben amúgy. Na, hol jön az első kombinó? Ezt most már nagyon várom. Igazából baszott látványosak lesznek, mert rohadt hosszúak. Ott jön az egyik. Ez sima. Az első, aztán jön ez a valami. Nem lehet valahogy... Valószínűleg egy mód, amivel be lehet állítani, hogy... milyen kocsik futsanak csak, de most ez nincs letöltve nekem. Ott jön a kombinó. Hányan férnek bele? 180! Basszus! Mennyi vannak a megállókban, azt figyeljétek. Hát nagyon kíváncsi vagyok, most már megvárom még végét. Egyszer biztos. Hopp, 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 nincs áram, nincs áram, nincs áram. God damn it. Mennyi termelne nekem egy ilyen? 96 megawatt. Nagyon kevés, nem elég nagy az esése a folyónak. És ha ide húznak egyet? 112, 112, sem elég. Ez mennyi fenntartani? 200? Uff, 1900. És 40. 120. Ez akkor is jobban megéri, nem? Azt mondja, hogy... 3 kez 1500. Csizebb az 200. Átrakunk ilyet. Ennyi. Hat. Nyolc. Mennyibe zinyus. Ja, hogy 12-szer egy ilyen. Oh. Na. Háj. Hol vannak a kombinok? Ha, itt. Na gyerünk kombinó! Rock and roll! Nagyon várom, hogy végérjön. Most indul. Belünk a kombinóba. Na itt vagyok újra. Hát beszorultam a kombinóba. Ez történt. Úgyhogy ez azért resetálnom kellett. Úgyhogy... Nem tudom. Ez a kombinó nem szereti ezt a first person módot. Ennyi. Hát ezt... Beszorultam. Ilyet nem. Sok mindent láttam már, de hogy ilyet... Na nézzük, mennyi lesz tele. Azt mondja, most van 23-an benne. Na nézzük. Üpak! És mindig férnek bele? Félelmetes. Félelmetes. Durva. Kombinó, az kombinó. Van tátra. De az piros. Adjál legény. Ő kemény, tehát ő nem lesz sárga, ő piros marad. Ennyi. Na közben az előbb sírt, hogy grow the city, de nem growoljuk a city-t. De growolni kéne. Minden megvan a villamos, ennek örülünk, és ennyi. Be kéne ezt kötni. Nyilván nem lehet csak egy easy-be. És comment, type, comment... Lily.
Really? Na, hogy is halljunk ezt. De most kírja még ezt, hogy Slipe is too slow. Hát, megörülök komolyan. De ha ide föl tudsz vezetni, oda miért nem tudsz egyenesen te? Komolyan... Vaj! Úgy az kéne... egyenesíteni. Na jó, ne! Kimegyek, mert megőrülök itt a szirénától. Azt nem tudom, hogy office-t kéne tápolni, vagy... Na, office-ba szintet léptek, nem is kevesem. Egyből is tűnt, kevesebb a pittyogó szírszar. Egy kicsit azért az ipart is meg kéne tolni, én a mondó vagyok. Iparra mindig szükség van. Fejleszünk is ipart. Az nem sokat, csak értékkel. Úgy sem jön lépni a technológiai szintet, úgyhogy... Tik-tik-tik, ez is megvan. Így. Meg ide, meg ide. Ide. Mindenhova. Fejlődjön a technology. Kéne viszont nagy sűrűségű boltok is. De a szóval az anyámba. Mi baj van ennek? Northern educated workers. Ó, igen. Hát igen. Hát akkor úgy látom, hogy elérkezett az idő, hogy megépüljön városunk büszkesége, az egyetem. Igen, most egyetemre lesz szükség, úgyhogy veszünk is egy kis kölcsönt. Én 42 000 van biztos, hogy ő ezt nem... Na de felveszem, pont biztos tudom perkálni. Azt mondja, na szóval, mennyi ez? 75 000. Papapapapam. Van hozzá közelíző, ugye? Aha. Bum! Kész, leraktam, ennyi. Nincs visszaút. Úgyhogy. Na szóval, kellene nekünk... Hol van? What is the red? Here is the red. Azt mondja, hogy... Ah, megvan. Nincs víz. Leszarom. Parkoló. Tik, tik. Á, parkolat, ott van ronda. De úgy, tényleg, ótvarosan ronda. Adunk már vizet, sőt nem csak egy fűtést kapsz, hogy olyan luxus lesz, besírsz. Bum. Csak az egyetemben külön fűtés szál van. Na most az egyetem, ez remélem megdobja itt a fejlődés menetét. Hát kéne. Ez a szemét, hát ez... Mennyi szemét égetünk van már, mint a szemét, ha? Hát itt megint azt hiszem kéri a rakpartot. De lehet, hogy most itt nem lesz. Ide egy ilyen pici bevásárló központot létrehozok. És akkor így most is egy kicsit csökkentjük. Plusz feldobjuk ennek a helynek itt az imidzsét. És persze nem odarok, mert miért odaraknám éppen? És komolyan, mi? Mi van, hogy already... behalok? Akkor így. És így meg jó. Hát tudtam vezetni. Hát ez nagyon pepec. Bim, bim. Így. Basszus kulcs. Muszáj felésbe lennék. Na jó. Azt mondja, hogy így. Na. Most itt már nőhet akkora. Nőhet minden, aminek nőnie kell. Itt még van egy kis hely, hogy legyen
kórház. Na. Na. Úgy gondolom, hogy most szerintem a villamos meg elszeparágat itt. Nem kell egyéb tömegközlekedéssel opcionálni. Kombinyok járnak, jönnek, mennek. Viszontag, lehet, hogy ezt le fogom dózolni. Túl sok pénzbe kerül, nem, sajnos nem éri meg. Nem éri meg, úgyhogy ez dózer. Hamar eldöntetett szegénynek a sorsa. Rip. Na, mi ez? Új, lancs krematóriumot, ezt az egész vázos tettem a tüzelnyelve. Úgyhogy ez kicsit durva eszköz. Na, viszont így. Ide lerakok viszont egy vasútállomást, mert kell a külső kapcsolat. Így. És hogy be tudjon kanyarodni. Lószart nem látok. Mert ugye miért is látnék. Nyilvánvaló. Nem fontos, hogy játékban lát. Hopp, itt volt egy jó. Oh. Nagyon jó. Jó, tökéletes. Na, mondanám, hogy sosem volt még ilyen jó, de ez túlzás lenne. Valótlan hazudnék. Ide hiszen majd megy a rakpart. Azt nagyon királyok. Kövek meg anyám kínja. Békő. Bár nem túl, nem néznek ki túl jól. Így. Csak jön magukba egy pak, lerakod a szkő. Nesze, örülj neki. Nézzük, jön az első vonat, jött, és el is ment. A japán gyors volt az a Shinkansen, bocsánat. Jött, látott, elhúzott a francba. Úgy, erőből. Viszont kérem még park. Ha már itt vagyunk. Ezt kételtek. Aztán... Ez kicsit nagy, de mindegy, rakunk egy ilyet is. 35 ezer. Egyszer élünk. Igazi jóló játék, mondtam. Azt mondja, hogy... Kér nekik, neki is víz, meg minden szírszar. Jó. Buy new land. Na, vegyünk egy új földet, aztán... Szerintem ennyi lesz ez a mai rész, ha már beszorultam a kombinóba. Mert is tőzködjünk. Ha elmegyek, akkor itt meg tudok venni egy... Egy egész szigetet. Ezt, meg ezt. Igazából tudom majd venni mindet. De az olyan durva lenne. Így jövünk soha. Na mindegy. Rohadtul nem látni semmit, ez az éjszaka. És ez lesz egy... Hát fog majd, hogy negyen éjszaka. Nem tudom. Ha nagyon nem látni, szóljatok. Szerintem lehet látni. Én látom. Aztán, hogy ti, azt vagy csak reménykedni tudok. Capacity, ja, hogy kéne? Kéne egy prison. Egy prison nagyon kéne. Na majd lesz prison. Egyszer. Hoppá! Tudod, hogy spa hotelt. Hát ezt lerakjuk. Ez nagyon király. Ide. Befér ide? Nem. Nem! Beszarok. Tiet. És nem fél az út. Aj, ez a játék. Most ezt most már le fogom rakni, nem érdekel. Lakulni velük szembe akkor. Bam. Hát lófasz dobott. Na jó, bedobunk itt is egy ilyen... Bedobjuk a jó öreg templom trükköt. Fel kell húzni, többet az adóznak, és nekünk most nagyon kell. A jó tempom trükk. Hiszem beállok, még mindig nem hiszem el. És tudjátok, miért nagyon durva? Ezt figyeljétek. De működik iparnál is. Szóval iparnál. Gázzal lebaszod a templomot. Tik.
templom. Ajánlom mindenkinek ezt a templomot. Na de ennyi fért be a mai részbe. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk. Én a Koxi voltam és a Geekon. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Vagy lájkoljátok a videót. Vagy is. Legközelebbi részig a viszontlátásra.